Hát szép jó estét kívánok mindenkinek ezen a hétfő estén, és egy olyan kivételes vendégünk van ma este, amikire már nagyon-nagyon régóta vártam. Ő az egyik legjobb előadó, hát nem csak az európai, hanem egyszerűen a világpiacon, egy olyan vidám, örökké vidám, vicces fiatalember, akivel egyszerűen öröm a találkozás. És tényleg vágytam már erre a riportra, de úgy nagyon elfoglalt, hiszen ő Fülöp-szigeteken él, és talán akik ott voltak Antáliában a vezetőképző táborban, ők találkozhattak vele, és tudják, hogy minden előadása, minden mondata nagyon-nagyon értékes. Úgyhogy itt van velem Cérna Marcell, aki fog segíteni a tolmácsolásban, és hát nagy örömmel köszöntjük Oszlesz Tóth Tomászt Fülöp-szigetekből, aki tényleg egy legenda a DXN történetében, hiszen örökké az a mosoly és az az arc, amit lehet látni, az tényleg mindig. Úgyhogy welcome here in our Facebook Live, Mr. Oszler, and Marcell will translate us, and... röviden, Marci, hogyha összefoglalod Mr. Oszlernek, és tényleg is welcome here. Okay, so very, very, very warm welcome to you, Mr. Oszler. We are very happy that you are here with us. It's a big pleasure to us that you are here, because you are one of the most successful leader in the DXN. And maybe you remember that we talked about this report in the last leadership camp, but it's so hard to manage live show because of the 7 hours 7 hours time difference, but now we are here now, and of course it's a big pleasure to us that you are here. So thank you very much for inviting me. It's a pleasure, and I'd like to help you. So okay. We can start. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehetek. Nekem is nagy megtiszteltetés ez a meghívás, úgyhogy csapjunk bele. Hát először is itt ebben a műsorban ugye a sikerek hátterét kutatjuk, és te nagyon-nagyon sikeres vagy, az országodnak tényleg egy meghatározó, nem csak az országodnak, a világodnak egy meghatározó vezetője vagy, és én mindig egy picit így kutatom, hogy ugye a sikerek a gyerekkortól indulnak, hogy te mi szerettél volna lenni a gyerekkorodban? Ugye gondolom nem koronás követ rögtön az elején, hiszen akkor még lehet a DXN nem is ismerted, hogy mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? So, Mr. Oszler, in this live show we are always looking for the background of the successes, the real reasons of the successes. So that's why I'm really curious that what did you want to become when you were a little child? Well, when I was a little child, I really dreamed of becoming a pilot. But unfortunately, my parents wasn't able to afford it. So I opted to become a civil engineer. Oh. Igen. Szóval, hogy amikor gyerek voltam, akkor őszinte leszek, én arról álmodoztam, hogy pilóta legyek. Ez volt minden álmom, és... Hát sajnos akkor az én szüleim nem engedhették meg azt, hogy ez az álom valóra váljon. Nyilván a pilótaiskola, a pilótaképzés, ez egy nagyon drága történet. Úgyhogy hát végül mérnök lettem. Azért engem még izgat egy picit ez a kérdés, hogy miért pont pilóta? Mi vonzott téged abban, hogy a levegőben legyél, és felülről láss minden talán, de kíváncsi vagyok, hogy miért pilóta? And why did you want to be a pilot? What was the reason that you wanted to be a pilot? Well, the reason why I wanted to become a pilot is I could travel. And I knew at the time that the salary was big, no? And I really wanted to be rich. I see. Igen, alapvetően nem volt olyan különleges oka. Egyrészt nagyon szeretek utazni, meg akkor is az volt a vágyam, hogy utazhassak.
És hát a pilóták már akkor is nagyon-nagyon jól kerestek, úgyhogy ez volt az egyik nyomós érvem, hogy hát szerettem volna gazdag lenni, szerettem volna sok pénzt keresni, és akkor úgy gondoltam, hogy pilótaként ezt meg tudom valósítani. Mi nagyon-nagyon kedvelünk téged, és én tényleg azt szeretném a műsorban, hogy minél jobban megismerjenek téged, és ne csak a DXN-es vezetői vonaladat, hanem egy picit az, hogy honnan jöttél, milyen körülmények között, minek tanultál, hol nőttél fel, hogy egy kicsit így a múltadról beszéljél, tehát hogy hogyan is jutottunk el most egy DXN vezetőig. So, you know, we really like you, and I want that our Hungarian team may know you better during this interview. So, can you talk about a little about yourself, your family? I actually am a licensed civil engineer, because at the time when I was in college, I was actually very envious of civil engineers who were working in the Middle East. I thought that by becoming a civil engineer, I would earn so much, no? Unfortunately, when I got my license, I was not able to work abroad because the placement agency where I applied for a job asked for so much money. I come from a poor family, and I couldn't even afford to buy a plane ticket to Manila to go to the Middle East. And this placement agency was asking for so much money so that I can work in the Middle East. So I only became a civil engineer for 1 month. And I worked for the government, and I only lasted for 1 month because the salary was very small. And I had a lot of dreams in life. So you can translate. Oh, thank you very much. Igen, szóval, hogy azt tudni kell rólam, hogy amit az előbb is mondtam, hogy építészmérnökként végeztem, és alapvetően az építészmérnök is egy jól fizető szakma, és az volt a tervem, hogy külföldre megyek dolgozni, a Közel-Keletre megyek dolgozni. Viszont az a cég, aki engem kiküldött volna, vagy aki úgymond így akivel kapcsolatban voltam, hogy munkát adjon a Közel-Keleten, ők ezért tőlem nagyon sok pénzt kértek, hogy kimenjek, és hát én egy nagyon, nagyon szegény családból származom, nekem nem volt arra pénzem, hogy azért, hogy dolgozni mehessek, én még pluszba fizessek egy hatalmas összeget egy cégnek, úgyhogy elmentem, végülis maradtam az országba, Fülöp-szigeteken, és a kormánynak, a Fülöp-szigeteki kormánynak dolgoztam ilyen projekteken, mint építészmérnök. Viszont ez mindösszesen egyetlen egy hónapig tartott, mert hát azt el kell mondjam, hogy ez az építészmérnöki állás itt belföldön, ez nem fizetett valami jól. And then after that, I actually worked for a pharmaceutical company. And I worked there for about 10 years. And I had a decent salary. I was earning more than a bank manager does. I had a car I was driving, which was not mine. Of course, it's company owned. And I always wore a tie, because I had to look good and be presentable in front of doctors. But the problem is, I didn't really want that job. And that's the difference, no? If you're doing something that you don't love, you will never be happy. That's why I got into this MLM business. So you can translate. Okay. Szóval, hogy ugye ezután az egy hónapos építészmérnöki karrierem után találtam egy állást, ami egy ilyen
Hát gyakorlatilag egy ilyen gyógyszertári, egészségügyi értékesítő, így mondanám, egy ilyen pozícióban voltam, orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel kellett találkoznom, és ez egy nagyon jó fizető állás volt. Többet kerestem, mint egy banki menedzser itt Fülöp-szigeteken. Kaptam a cégtől saját autót, mindig elegánsan kellett öltöznöm, mindig nyakkendő volt rajtam, és tényleg az ember azt gondolná, hogy fú, na hát ez most megtaláltam az életem munkáját. Viszont az volt az helyzet, hogy én ezt nem szerettem annyira csinálni. Szóval, hogy így jó volt a fizetés, saját autót kaptam, de hogy azt éreztem, hogy én ezt nem akarom csinálni. És hát ez nagy tanulság volt számomra, hogy hiába van az embernek egy jól fizető állása, egy jól menő állása, hogyha nem szereti azt, amit csinál, akkor sosem fog kiteljesedni. És ez volt az a pont, amikor rátaláltam az MLM-re. So, after working for 10 years in that pharmaceutical company, I was not able to save money. I thought by working there, I would earn a lot, no? But it didn't make me rich. All I accumulated was debt. And I was so indebted that after 10 years, I was praying to God. And I asked Him to give me a business that would not entail too much capital, and a business that I can do. Because I'm actually an employee and I have never been into business. So I ask God to give me a business that I can do so that I can pay all of my debts. Igen, hogy 10 évig dolgoztam ennél a cégnél, és tényleg jó fizetést kaptam. Viszont azt képzeljétek el, hogy egyszerűen nem tudtam félretenni pénzt. Szóval, hogy jó keresetem volt, de ahhoz nem volt elég jó, hogy félre tudjak tenni, hogy a tartozásaim, adósságaimat, hiteleimet, bármilyen ilyen dolgaimat rendezni tudjam, hanem igazából ugyanúgy hónapról hónapra értem. És 10 év után elkezdtem azon imádkozni, meg arra fókuszálni, hogy valahogy hogy találjon rám egy olyan üzlet, ami képes arra, hogy félre tudjak pénzt tenni, hogy tényleg gazdaggá váljak, hogy olyan dolgot csináljak a hétköznapokban, amit élvezek és amit szeretek. És hát valójában ez volt az a pont így 10 év után, amikor azt éreztem, hogy elég abból, hogy én munkavállaló vagyok, szeretnék egy kicsit a saját sarkamra állni, és a saját vállalkozást, a saját bizniszt elindítani. Egy picit itt közbeszólok, mert tudom, hogy még van tovább, és van a kérdéseik, de mielőtt rátérnénk arra, hogy hogyan kerülték kapcsolatba az MLM-mel, hogyan kerülték kapcsolatba a DXN-nel, azért arra vagyok még kíváncsi, hogy az előző életedből, a DXN előző életedből mi volt mire vagy a legbüszkébb, amit ott elértél? Tehát mi volt az a legszebb pillanat és a legjobb pillanat, amit ott elértél? Okay, Mr. Rosler, we will talk about many more about your DXN lifestyle, about your DXN career. But I'm very curious that what were your biggest successes in your life before DXN? Well, one of the most successful parts of my life was when I passed the civil engineering board exams. No? When I got my license, I was really happy, and I was expecting that with that license, I can be rich, of course, because I was made to believe that if I want to be rich, I should work for a company that would pay me well, and then I would save enough so that I can be free. I can do whatever I want. I can buy whatever I want and be wherever I want to be. But unfortunately, I found out
And it's not actually unfortunate. It's a blessing, I should say, that I found out early that if I want to become financially free, it's not by becoming a civil engineer or through employment. So my beliefs before were not correct. Mm-hmm. And then another successful event in my life when I got married, of course, no, because I wanted to start a family. And but when I started a family because I had a job, life was more difficult because you have to provide for your family. And that's where my life began to spiral, no? Because if your salary is not even enough for yourself and you have a family and you start a family, it will be even harder for you to make ends meet. So that's a problem. It's true. Alapvetően két fontos ilyen siker mérföldköve van az életemnek a DXN előtt. Az egyik az amit már említettem, hogy amikor megszereztem a mérnöki, az építészmérnöki diplomámat, és akkor azt éreztem, hogy elértem valami hatalmasat, hogy innentől kezdve az élet tálcán kínálja elém a lehetőségeket, hogy gazdag leszek, jó fizetésem lesz, kell találni egy céget, ahol tudok dolgozni, és onnantól kezdve igazából megvannak oldva a problémáim. De hát nyilván hamar rájöttem arra, hogy ez nem így működik, és hát sajnos ebből nem lett semmi. Pontosabban nem sajnos, hiszen ez egy áldás, hogy erre ilyen korán rájöttem, hogy nem az a helyes út, hogyha építészmérnökként én egy munkavállalóként elhelyezkedek egy cégbe, mert abból sose fogok olyan életet teremteni magamnak, amilyet szeretnék. Úgyhogy akkor azt éreztem, hogy fú, hát ez milyen szörnyű dolog, hogy valójában amit kitűztem célul, az egy ilyen óriási téveszme, vagy egy tévút. Most már azt érzem, hogy ez egy hatalmas áldás, hogy erre akkor rájöttem, és elindultam egy teljesen másik úton. A másik dolog, amire nagyon büszke vagyok, és ami egy óriási siker, az, hogy megházasodtam, és családot alapítottam. És hát ez is egy óriási nyomógomb volt az életemben arra, hogy váltsak, mert amikor a saját költségeidet is nehezen tudod fedezni a meglévő fizetésedből, akkor azért nagyon nagy nyomás helyeződik rád, hogyha van egy családod is, akiket szintén el kell tartanod, és nekik bizonyítanod kell, hogy te családfőként, családfenntartóként el tudod látni a feladataidat, úgyhogy hát ezek azok a dolgok, amik aztán arra vezettek engem, hogy valami vállalkozás, valami bizniszt keresek magamnak. Ezért is imádom ezt a műsort, meg ezeket a beszélgetéseket, mert a sorok között hihetetlen sok érték van. És az egyik ilyen érték, amit most újra megkaptam, az a családnak az ereje, és az a motiváció, amit egy család okozni tud. De hát elérkeztünk egyébként azzal, hogy akkor hogyan találkoztál a DXN-nel, hogyan találkoztál az MLM-mel, illetve először mondjuk, hogy az MLM-mel és hogyan a DXN-nel, hogyan kerültél kapcsolatba velük? So that's why I really like this show because we can see so many values from many people in this live show. For example, family. Now we can see that family is one of the biggest, one of the strongest value in our lives. But the next question is that. How did you meet with MLM, or if you had an MLM business before DXN, how did you meet with MLM? Actually, my colleague, you know, at work was doing another MLM
opportunity. And he kept on inviting me to join his company. But I didn't believe him because I felt that I was better than him at work. You know, when you're good at work, you'll never believe anybody who is not as good as you. And he kept on inviting me. He invited me for 5 years. And then one day he went to my house, no, driving a new car. And he was shouting at the gate, "Osler, Osler." I was on my way to work at the time. And I looked at him, I didn't really want to go to my gate and talk to him, no, because I know that he will be inviting me to that company. But again, I was just curious because he was driving a new car and the car was expensive. So finally, I approached him and said, "Why are you here?" So he told me, "Can you accompany me in the bank? Because I need to encash my check." So he gave me the check. And when I saw the amount, I wasn't able to talk for about 5 minutes. I was staring at the check. And I was actually saying to myself, if you're better than this guy, then why is this guy earning better than you? And that was the start. It made me think, and if he can do this, if he can earn this much, I was telling myself, and I'm better than him, I can earn this much too. And that's the start of my networking or MLM life. Igen, alapvetően volt nekem a DXN előtt is találkozásom az MLM-mel. Méghozzá ugye a munkahelyemen, ahol 10 évig dolgoztam, volt egy kollégám, aki belekezdett egy MLM vállalkozásba, és hát ő folyamatosan nyüstölt azzal, hogy csatlakozzak az ő cégéhez, hogy milyen fantasztikus ez a cég, milyen jó lehetőség, és én nagyjából 5 évig egyébként ellenálltam, szóval, hogy minden egyes alkalommal mondta, hívogatott, rendezvényekre próbált elcsalni, de egyszerűen én azt éreztem, hogy a munkahelyünknél, ahol mi voltunk, én sokkal jobban teljesítettem nála, sokkal jobb eredményeim voltak, és azt éreztem, hogy ha én ennél a fickónál jobb vagyok, akkor én egyszerűen nem hittem neki, szóval, hogy én jobbnak éreztem magam ennél. És körülbelül 5 év telt el az első hívása óta, amikor is egyszer csak látom, hogy megérkezik a lakásom elé egy vadonatúj, elég drága autóval, és kiabál az ablakon, hogy "Osler, Osler, hello, hello!" És hát én épp munkába felel tartottam, eléggé siettem, és hát próbáltam vele nem foglalkozni, de hát egyszerűen nem adta meg a lehetőséget arra, hogy kikerüljem. Úgyhogy hát oda mentem hozzá, és hát nyilván azért megnéztem az autóját, ami tényleg nagyon szép volt, és hát mondta, hogy hát ezt nézd, Osler, hogy tudsz egy olyan céget, aki egy ilyen bónuszkimutatást, egy ilyen bónuszkimutatást tud még neked adni. És odaadta a kis bónuszkimutatását, és hát egy olyan összeget láttam rajta, hogy konkrétan percekig nem tudtam megszólalni. Közben láttam azt, hogy vigyorogva néz ki a vadonatúj autójából, és egyszerűen annyira bele stufoltam magam ebbe a szituációba, hogy hát ha ennél a fickónál én jobb vagyok a munkahelyen, sokkal jobb számokat hozok, és ő ilyen bónuszkimutatással idejön egy ilyen verdával, akkor ezt nehogy már én ne tudjam megcsinálni. Úgyhogy hát ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, akkor vágjuk bele a network marketingbe. És hogyan kezdődött a DXN-nel a kapcsolat? Ugye ez volt az első találkozás a networkinggel, és hogyan volt az első találkozásod a DXN-nel? So that was your first contact with network marketing, and how was your first touch with DXN? Oh, that was great, no? Actually, I was invited by a friend
who was also working in that company, who transferred to DXN. And when they invited me, it was quite funny, you know, because, you know, when you're earning so much in a networking company, you're afraid that somebody finds out that you're working with another company because you're afraid to be terminated. No? So what they did was they put me inside a van. They put me inside a van, and then they started the engine and then started the air conditioning. And then the person talked to me about what DXN is. But I had already an idea about what DXN is because I saw them carrying boxes of coffee. You know? In the other networking company, I was earning good already. I was earning good already. But I was intrigued because I know that coffee is the largest traded commodity in the stock market. And I know that 9 people out of 10 drinks coffee every day. So I was actually afraid not to join because I might lose people because they might invite my downlines there. No? So I started listening, and when the person started talking, I told him, kindly stop. Can you please give me that distributor's manual? So when I went home, I started reading the manual and I couldn't sleep. I really couldn't sleep because the maintenance was so low, and I know that it will not be hard for me to really promote the product because it's coffee. I didn't promote the mushroom at first. I really like the coffee. So if somebody is starting in DXN, you start with the coffee, it will not be hard for you because almost everybody drinks coffee. Hát igen, ez is egy jó történet, mert hogy ugye az előző sztoriból adódóan már tudjátok, hogy benne voltam akkor már egy network marketing vállalkozásba, és hát elég jó pénzt is kerestem. Nem azt mondom, hogy elértem már a céljaimat, de úgy volt egy jó bevételem ebből a vállalkozásból. És egy ponton egy vezető ebből a cégben átment a DXN-hez, és számomra mindig furcsa volt az, hogy valaki, aki jó pénzt keres, aki úgymond anyagilag és időben is szabad egy MLM vállalkozásba, az miért vált? Miért megy át egy másik céghez? És hát történt egy sztori, amikor párad magammal beszálltunk egy furgonba, elvittek minket, hát mindegy is, igazából ott voltunk egy ilyen, van egy ilyen üzleti prezentációs út volt, mondhatni, és beszálltunk ebbe a furgonba, elkezdték nyomni a klímát, beindították az autót, és hát elkezdtek ott a vezetők beszélni a DXN-ről, vagy hát aki ezt az infót először mondta nekem, és hát láttam, hogy ott a furgonban is nagyon sok embernek, vagy több embernek is hát ilyen kis DXN-es kávés, akkor még nem tudtam, hogy DXN-es, csak láttam, hogy ilyen kávés dobozok vannak mindenkinél. És elkezdett pörögni az agyam, hogy kávé, hogy hát azt is 10 emberből 9 ember kávézik, és hogy az egyik legnépszerűbb termék a piacon, rengeteg ember kávézik, és elkezdtem arra rágörcsölni, hogy hát ha én nem csatlakozok a DXN-be, nem jövök át a DXN-ből, akkor egy másik DXN-es vezető majd az én alsó vonalaimat a másik cégből fogja átvinni a DXN-be, és én ott maradok a másik cégnél, hoppon, és szépen eltűnik a hálózat alattam. Úgyhogy hát mondtam még az úton, gyakorlatilag ebbe a furgonba, hogy adjanak nekem egy törzsvásárlói lapot, vagy egy ilyen regisztrációs hívet, hadd fussam már át, mert tényleg nagyon, nagyon érdekel ez a dolog. Hazamentem a kis törzsvásárlói regisztrációs formulával, és nem viccelek nektek, gyakorlatilag egész éjszaka nem tudtam aludni. Folyamatosan pörgettem, nézegettem, hogy mit tud ez a cég, egyfolytában járt az agyam,
És hát akkor igazából én ott abban a pillanatban elköteleződtem teljes mértékben a DXN iránt. Úgyhogy ez volt az én első találkozásom a DXN-nel, meglehetősen mókás, de egy nagyon, azt gondolom, tanulságos történet. Szerintem mindenkinek megvan ez a maga sztoria, amikor így találkozik először a DXN üzlettel. És hát ugye te a DXN-ben nem csak így, mint regisztrált tag és kávéfogyasztó lettél, hanem egy nagyon-nagyon komoly vezető. És egy picit ugye most rátérünk majd a vezetésre, meg a sikereknek az alapjára, hogy te alapvetőleg egy ilyen győztes típus vagy, nyerő típus vagy, meg hogy mennyire számít az életedbe vagy a munkásságodba a saját egód. So everybody has his own story with DXN, his own first story with DXN, but yours is very special. What do you think? Mi volt a kérdés még egyszer, apa, mert annyira elmentem. Igen, hogy mennyire vagy, hogy nyerő típus vagy, hogy igazából az egód vezérelte, mert hogy az előző életében ugye nagyon sokszor ugye egyénileg dolgozott, üzletkötőként egyénileg, viszont az MLM-ben csoportba kell már dolgozni, és hogy mennyire nyerő típus ebben, meg mennyire az ego az, ami dolgozik ilyenkor bennem. So you were working with in a sales area before DXN, but in DXN you need to work with many people. You need to work with a big group of people. What do you think? Are you a winner type? And how can you manage to work with so many leaders, so many people? Actually, a lot of people think that they don't know how to sell, but for me, everybody knows how to sell. Because when two people are talking, one is actually selling and one is buying. When you convince somebody to drink coffee, for example, or watch a movie, you're selling an idea that he should watch that movie or drink that coffee. When that person watches the movie, then you are able to sell. Then they will begin reasoning out to you. Why would I watch that movie? Why would I drink that coffee? Then you will say, because this is healthy or the movie is funny. Then they will start telling you, oh, it's not funny. When they do not watch that movie, and when they do not drink that coffee, then they are the ones who sold the idea not to watch the movie. So I always believe that everybody knows how to sell. Now you ask me how I handle groups, no? It's very easy, no? You empower them. Mm-hmm. I have a huge group of network, and the only thing that the only thing that I did was to let them work the way they want to. Of course, we have a structure, no, on how we present, based on our culture, but we always inject our own personality in whatever we do and whatever we say. So I know how to delegate, I know how to empower people, and I believe that empowering people, letting them do how they want to do it, following a structure, will be the best way. Otherwise, I am the only one who will be very, very, very tired. I will do the presentations, I will do the closing and everything. So that's the way I handle people. And to me, that's the fastest way for them to succeed. Alapvetően, ugye igen, én is az értékesítés területéről jövök, és a DXN-ben nagyon sokszor találkozok azzal a mondattal, hogy hát én nem tudom, hogy kell eladni bármilyen terméket. Én mindig azt mondom, hogy kétféle ember létezik, az egyik, aki elad, a másik, aki vásárol, de a legtöbb esetben, aki vásárol, abból is később egy eladó, egy értékesítő lesz. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha két ember beszélget, és az egyik azt mondja, hogy figyelj már, gyere, menjünk el a moziba, nézzük meg ezt a filmet, mert tök vicces,
akkor ő igazából lehet, hogy nem is tud róla, de eladott egy ötletet, hogy nézzenek meg egy filmet a moziba, mert nagyon vicces. És hogyha ez az érv meggyőzte a másik félt, hogy vicces a film, ezért menjünk el megnézni, akkor ő ezt az ötletet megvásárolta. És később, majd ő fogja továbbmondani egy másik ismerősének, hogy megnéztem egy tök jó filmet, tök vicces volt, szerintem nézd meg te is, mert tetszeni fog. És ha neki később azt mondja valaki, hogy hát, én nem nézem meg, mert szerintem nem vicces, akkor ő később azt az ötletet fogja eladni egy másiknak, szóval, hogy belőle is értékesítő válik. Úgyhogy számomra igazából ez ilyen egyszerű, hogy nem kell ezt tudni, nem kell perfektnek lenni abban, hogy hogyan értékesítesz, hiszen minden nap csinálod, csak észre sem veszed. És ami még nagyon fontos, hogy ugye kérdezted, hogy kezelem az embereket, hogyan tudok ennyi emberrel együtt dolgozni. Tény és való, hogy egy nagyon nagy hálózatom van, de én azt gondolom, hogy a sikerem titka az, hogy minden egyes tagomat, minden egyes alsóvonalamat hagytam, hogy úgy dolgozzon, ahogy akarjon. Én segítettem neki, prezentációkat tartottam, úgy voltam vele, hogy inkább én legyek fáradtabb, mint hogy esetleg ők fáradjanak bele az elején. Én mindenben támogattam őket, viszont hagytam nekik, hogy mindent úgy csináljanak, ahogy ők akarják. Természetesen a DXN struktúráim belül. És én azt gondolom, hogy ez a leggyorsabb módja annak, hogy sikereket érjen el valaki az üzletben, hogy ez a leghatékonyabb módja, hogy támogass valakit, hogy sikereket érjen el ebben az üzletben, hogyha segítesz neki, hogyha támogatod, hogyha mindig ott vagy, ha segítségkel, de hagyod őt dolgozni abban a formában, ahogyan ő szeretné. Mi volt vagy mik szerinted a DXN-nek a legnagyobb erőssége, a legnagyobb értékei, ami miatt most már ugye 14 millió, tehát tegnapi naptól számítva 14 millió tagsága van a DXN-nek. Mi szerinted a legnagyobb érték? What do you think, what are the biggest or the strongest values of DXN? Because I think you know from yesterday we are 40 million members here in DXN, so it's a big milestone in the life of DXN. What do you think? What are the strongest values of this company? Okay. I think the biggest strength that we have is our system. Our system. Because DXN system is designed for an ordinary individual to succeed in life financially. So when you have a system that is doable, when you have a system that is duplicable and easily copied by people, then you have a great company. Even if you have very good products, but if your system is not good, people will fail. The advantage of DXN is we have a strong system, we have great products, and we have the best leaders in the world. Alapvetően azt gondolom, nagyon egyszerű erre a válaszom, a rendszer. A DXN-nek egy olyan egyedülálló rendszere van, ami tényleg bárki számára tudja biztosítani azt, hogy sikereket érjen el ebben az üzletben. Szerintem egy MLM vállalkozásnál, egy network marketing vállalkozásnál a legfontosabb az, hogy a rendszered másolható és duplikálható legyen, hogy bárki számára megvalósítható legyen az, amit te is megvalósítottál. És hogyha van egy ilyen rendszered, az arra már azt tudom mondani, hogy fél siker. Ha van mellé egy tökéletes terméked, egy nagyon-nagyon-nagyon jó terméked, akkor azt gondolom, hogy megvagy, kész a tökéletes vállalkozásod. Nagyon sok vállalkozás, MLM vállalkozás pont abban bukik el, hogy van egy tök jó termék, de mellé nincs meg az a rendszer, az a struktúra, ami biztosítja bárki számára, hogy sikeres legyen. Van az eset, amikor fordítva van, hogy jó a rendszer, nagyon jól néz ki minden, viszont a termék nem olyan, amilyen kellene, hogy legyen.
És nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt a DXM-ben van egy tökéletes rendszerünk, egy duplikálható, másolható, bárki számára másolható rendszerünk, és olyan termékeink, ami tényleg top minőség, tényleg fantasztikus, egészséges termékek, illetve nekünk vannak a legjobb vezetőink a világon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a három dolog, ez a három kritérium az, amiért a DXM ott van, ahol. Nagyon köszönöm ezeket, ezt az értékrendfelállítást. Viszont mindenki, aki látja a top vezetőket, azt mondja, hogy csak a sikerek léteznek, és hogy biztos minden nagyon könnyű volt az ő útján, hogy neked voltak-e kihívások az út folyamán, amik olyan tényleg úgy érezted, hogy na ez most így kemény volt, vagy ezt meg kellett csinálnom ahhoz, hogy ezeket, vagy keresztül kellett, hogy menjek ezeken, hogy sikert érjek el. Tehát milyen kihívások voltak az utadon? Most of the people usually see our success, our results, but they don't see our challenges. But I think I'm sure that you also had challenges in your DXM career. Can you talk us a little about these challenges? What kind of challenges did you have when you started to work with DXM or during your work? The toughest challenge that I faced before was when I started, I didn't have money, and I had to pay a lot of debt every month. And then I was forced to really approach people. I was really forced to sell products. And I found that very difficult for me, because when I talk about multi-level marketing or networking, people would run. People would stay away from me. Imagine, oh, I was a medical representative before. So I had a lot of acquaintances. I had a lot of friends in that industry. So when these medical representatives see me approaching, they will begin murmuring, no, whispering, oh, here comes Osler. He will recruit us to join DXM. Let's run. And I see them running. No? And there was a time that I questioned myself, is it me? What's wrong with my personality? Why are they avoiding me? My friends, my relatives, they are avoiding me. And I found out the answer. Because a lot of distributors in Hungary are also facing the same kind of problem. You know, I just tried to look back and see how I got into this business. Do you know that my wife was the first one who introduced me to MLM? And I didn't believe for 5 years. Do you know why? Because I never listened. And because I did not listen, I did not understand what this industry was about. But the time came that I was forced to listen, because I had so much debt and I had to pay them and I didn't have a job. So I was forced to listen, actually. And when I understood what MLM is, I told my wife, why didn't you force me before? I should have listened to you, because you're my wife. I will believe you. See? So people avoid us because they are ignorant about this industry. So our goal is not to force anybody, but to let them see how we live. Let them understand what this industry is about. So it's not about forcing anybody. It's about educating them. Hát alapvetően kihívásokkal főként a DXM-es munkásságom elején találkoztam, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sok akár DXM-es hálózatépítő is beleesik ebbe a problémába, talán nálatok Magyarországon is.
hogy amikor elkezdtem ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor nekem nem volt pénzem. Szóval, hogy én váltottam egy másik cégből, mindent hátrahagytam, és nem volt pénzem. Viszont minden hónapban megvoltak a szokásos kis adósságaim, számláim, amiket meg be kellett fizetnem. Éppen ezért az élet az rákényszerített arra, hogy bizony kőkeményen keressem meg az ismerőseimet, a barátaimat, gyakorlatilag mindent, akit csak elérek. És én ezt csináltam, folyamatosan mentem, DX-en, és hát feltűnt, hogy ugye mivel én ilyen, amit mondtam, ilyen orvos vagy, igen, ilyen egészségügyi képviselő voltam, szóval, hogy nagyon nagy kapcsolati tőkém volt, nagyon sok embert ismertem, orvosokat, egészségügyi dolgozókat, szóval, hogy tényleg nagyon sok embert ismertem, akiket szintén megkerestem, és hát egy idő után azt vettem észre, hogy én bárhova megérkezek, bárkivel találkozok, vagy csak felhívom, akkor elfutnak. Szóval, hogy kitalálnak valamit, hogy jaj, megint itt az Oszler, jött a DXN-nel, futás, mindenki amerre lát, mert be akar minket csábítani megint a DXN-be. És akkor nagyon egyrészt rosszul esett, és ez volt az a pillanat, amikor elgondolkoztam, hogy Oszler, hogy mit csinálsz, hogy miért csinálod ezt, hogy mi nem működik. És visszanéztem, hogy mi volt az a pont, amikor én csatlakoztam bármilyen MLM vállalkozásba, és mindig kerestem valamit, mindig kerestem valamire megoldást, és éppen az aktuális ember, aki engem megkeresett, akár a DXN-nel, akár előbb, például a tudni kell, hogy a feleségem volt ő is az első között volt, aki számomra egyszer ajánlott egy MLM üzletet, és őt is elhajtottam nagyon sokáig, hogy hagyjuk is ezt az egészet. Viszont amikor megnyomott egy olyan nyomógombot, hogy ez szabadságot ad, vagy hogy ezzel sok pénzt tudsz keresni, nekem ez volt a nyomógombom, akkor rögtön belementem, és kipróbáltam magam az adott vállalkozásba, az adott lehetőségbe. És én azt gondolom, hogy nem lehet minden emberre ráerőszakolni azt, hogy jöjjön és foglalkozzon a DXN-nel, mert kinyírod a kapcsolataidat, és a végén már úgy fognak téged ismerni, hogy jaj, az Oszler a DXN-es, nem tudom én, cápa, aki mindenkit megpróbál bekevelezni, pedig holott te egy nagyon jó lehetőséget próbálsz nekik ajánlani, csak ezt egy rossz módon teszed meg. Viszont, hogyha figyelsz rájuk, és nézed azt, hogy nekik mire van szükségük, hogyha meg tudod nekik mutatni, hogy egyébként milyen fantasztikus cégről van szó, hogy ez a cég nem feltétlenül ugyanolyan, mint a többi, akkor már máshogy néz ki a történet, és lehet, hogy olyan fülekre találsz a jelölt keresés során, akik azt fogják mondani neked, hogy hú, nekem ez tetszik, igen, csatlakozni fogok. Szerintem egész napot tudnánk erről beszélni, illetve veled egész nap tudnánk beszélni arról, hogy hogyan építsük az üzletet, és hogy milyen sikereket lehet elérni, és hogyan, főleg a módszerekről. Viszont most a másik oldalát is megkérdezem, hogy mi volt neked a legszívem melengetőbb érzésed, a legszebb pillanat a DXN-es életedben, az eddigi DXN-es életedben? I think we can talk about DXN networking for a whole day, or maybe for a whole week, but we need to go to the next question. What was your what was the most memorable moment of your DXN life? Well, the most memorable moment of my DXN life was when I started earning six figures. Because, you know, after working for so many years in a company that I loved, no, before, the pharmaceutical company, it didn't really
provide my family well. I didn't get my dreams. All I accumulated was debt, as I usually say. And when I started earning six figures, I could remember that day because I was so indebted that I couldn't even buy my son a small pack of French fries for 1 year. I couldn't even buy him one pack of French fries for 1 year. But I had to do it because my goal was to eliminate my debt, zero. So when I earned six figures, I remembered bringing my son to his favorite donut shop. And I told him, "My son, what do you want to eat?" So he ordered his favorite donut. And I could see him eating so fast, no? And after we was eating, I told him, "What more do you want to eat?" So we transferred to another restaurant and And we did that for almost 1 month. 1 month. And then after 1 month, my son told me, "Dad, can we eat at home?" And I told him, "Why? Wouldn't you like to eat in other restaurants?" He told me, "No, I got tired of eating out. Let's eat at home." And that for me was an experience I could never forget because I knew at the time that I will finally become financially free. After 2 years, I'm totally debt-free. I'm with DXN for 23 years now. 23 years. And I own my life. I own my life. I thought DXN was all about earning money. But actually, DXN is about owning your life. Being happy and doing what you want anytime you want to do it. Going to any place you want to go anytime what you want to go. And buying anything you want, anything, anytime you want to buy it. For me, that is owning my life. And I finally own my life. And I want others to own their lives through, too. Because with DXN, you can do it. Hát számra a legcsodálatosabb pillanat, hogyha ezt így pillanatnak lehet nevezni, az az volt, amikor már 2 éve foglalkoztam a DXN üzlettel, és az egyik hónapban gyakorlatilag az volt az első hónap, amikor egy olyan látható, szabad szemmel is jól látható összeg érkezett a számlámra, amire azt mondtam, hogy hogy ezért dolgoztam, ez volt az álmom, és most itt van, és látom, és ott van előttem, és ez az enyém, ezért én megdolgoztam. Azt tudni kell, hogy én, amikor elkezdtem a DXN-nel foglalkozni, azt mondtam, hogy nem nagyon volt nekem úgy olyan pénzem, aminek ne lett volna meg a helye. És egy éven keresztül én azt sem engedhettem meg magamnak, hogy a fiamnak egy kis tasak, vagy egy kis adag sült krumplit vegyek. És számomra ez nyomasztó volt természetesen, de amikor megérkezett ez az összeg a számlámra, és láttam, hogy friss bónusz kimutatás, akkor utána elhatároztam, hogy a következő egy hónapban elviszem minden egyes nap a fiamat valahova egy étterembe kajálni, minden nap máshova mentünk, és jó érzéssel töltött el, hogy egy évnyi szűkölködés és egy évnyi sok-sok lemondás után, és természetesen sok-sok munka után, most azt tudom mondani egy hónapon keresztül, hogy gyere fiam, hogy ma menjünk ide elkajálni, ma menjünk oda elkajálni. És egy hónap után a fiam megkérdezte tőlem, hogy hát apa, hogy lehetne azt, hogy ma otthon eszünk.
És mondta neki, hogy miért, fiam, hát van még itt egy csomó étterem, hát bárhova be tudunk ülni, hát nem akarod kipróbálni? És mondta, hogy hát, hogy nem, hogy ő egy kicsit elfáradt ebbe a nagy kajálgatásba. És hát természetesen mondtam neki, hogy dehogy nem, hogy akkor a mai nap otthon fogunk enni, nem megyünk sehova, de képzeljétek el azt az érzést, amikor egy évig a fiadnak nemet kell mondani arra, hogyha ő szeretne kérni tőled egy adag sült krumplit, és utána egy hónapon keresztül azt tudod neki mondani, hogy gyere fiam, hogy menjünk el ide, menjünk el oda, hogy bármit meg tudsz neki venni, bármikor, nem kell nézni a számládat, hogy hú, már hóvége van, akkor most egy kicsit visszafogjuk magunkat, hanem bármikor bármit meg tudsz engedni magadnak, a családodnak, az egy fantasztikus érzés, és most így 23 év után a DX-embe, amit eltöltöttem, mert hogy azért ez nem kevés idő, most én ezt az életet élem, hogy szabad vagyok, bármit és bármikor megengedhetek magamnak, és ami nagyszerű, hogy a DX-emben, ebben az üzletben, ez bárki számára elérhető. Bárki. Pont azért, amit az előbb is mondtam, mert tökéletesen másolható minden ebben az üzletben. Nagyon megható a történet, és nekünk is van egy videó, talán még Marce emlékszel rá, hogy ez a száraz zsemés videó, amikor az egyik hajón kérdezlek, hogy milyen volt az idáig vezető út. De tényleg nagyon megható és hihetetlen érzés. Tehát a freedom, a szabadság az talán mindennél fontosabb. És hát nagyon elment az idő, úgyhogy tényleg egy utolsó kérdést szeretnék neked feltenni. Illetve talán még kettő, de lehet, hogy összevonjuk ezt a két kérdést. Az egyik az, hogy milyen az életed most, 23 év után. Tehát tényleg egy hihetetlen hosszú idő már így egy céggel is, vagy a házasságban is hosszú idő, nem, hogy egy cégnél hosszú idő. És milyen az életed, hiszen tudom, hogy vitorlázni is imádsz, hiszen a videódban láttuk, hogy szereted a vitorlázást. Milyen napi rutinjaid vannak, amit azért még mindig megteszel, hogy az üzletet fejlődjön. Igazából ezzel szeretném zárni ezt a mai estét. It was a very touching story, Mr. Osler. We have a same story with our family, also with my son. So I know this feeling. And the last or one of the last question is that how do you live now? How is your life now after 23 years of DXM? Because this 23 years, it's so long, even in a marriage, even in a company. So it's a very long journey. But how you live now? Wow, that's a great question. Actually, I'm very, very happy right now. And if you let me describe what happiness is, it's indescribable. I'm a very happy person because what makes a person happy? Is it the money that you have in the bank? Is it the number of cars that you drive? Is it the number of trips that you go? For me, it's not. When I was starting DXN, money was my first consideration. I really worked to earn money. But when I had the money, my life made a huge turn. And what really makes me happy right now is seeing people become free. Seeing people living the life the way I live. I have helped thousands of people around the world. And what really makes me happy is when somebody approaches me and say, Osler, thank you very much because you have helped me become who I am today. A lot of people, when they say this to me, they say it
very sincerely. And a lot of people would say, Osler, thank you, crying. They're crying in front of me and thanking me because I have inspired them in some way. I have helped them see what has to be seen. And that to me is priceless. No amount of money can ever replace that sincerity. So now, even if I don't work, I will still earn more than enough. Even if I stop doing the exam for the rest of my life, my money will not stop coming in because I have established my network. But I am continuing doing this business because I love helping people. I love helping people. And if you sincerely love helping people, DXN is the business for you. So that, my friend, is my life right now. Hát, amit az én életemről tudni kell, ez egy nagyon jó kérdés. De azt, talán azt tudom mondani, hogy egy boldog ember vagyok, és hogy mit jelent az, hogy boldognak lenni, az talán leírhatatlan, mert nagyon sok összetevős. Amikor én elkezdtem ezzel az üzlettel foglalkozni, akkor nekem a pénz volt az első számú szempont. Szerettem volna az adósságaimat, a számláimat letudni, szerettem volna egy jó létben élni. Viszont amikor ezt elértem, amikor elértem azt az összeget, amit én mindig is szerettem volna keresni, akkor bennem valami átfordult. És már nem feltétlenül a pénzt tett boldoggá, sokkal inkább az, hogyha segíthetek embereknek, és láthatok embereket megvalósítani a céljaikat, hogy láthatok olyan embereket, akik olyan életet élnek, amilyet akár én élek, vagy amilyet ők elképzeltek maguknak. És számomra most sokkal inkább ez jelenti a boldogságot, és több tízezer, több százezer ember van a hálózatban, vagy több százezer ember ismerek, akik odajönnek hozzám egy-egy rendezvényen, egy-egy találkozó során, és potyognak a könnyeik, és mondják, hogy Osler, hogy köszönöm szépen, mert megmutattam nekik egy olyan lehetőséget, amivel ők is olyan életet élhetnek, amilyet szeretnének. És most talán ez tesz engem a leginkább boldoggá, és azt mindig elmondom, hogy ha jelenleg is sokkal többet keresek, mint amennyi egyébként elég lenne. Sőt, ha abba hagynám a DXN-es hálózatépítést az életem hátralévő részére, akkor is teljesen fix lenne ez a jövedelmem, mert hogy olyan stabil a hálózat. De egy dolog miatt vagyok még mindig motivált, és csinálom még mindig ezt az üzletet, az, hogy minél több ilyen történetet, és minél több ilyen könnyes szempárt lássak magam előtt, akik elérik a céljaikat. És hát igen, talán ez az az élet, amit én most élek. Egy boldog élet. Hát amikor téged hallgatlak, akkor mindig nagyon-nagyon mélyen megérintesz, és valószínűleg nem csak engem, hanem a magyar embereket is, akik majd ezt a beszélgetést hallják. És azt érezned kell, hogy azt a szeretetet, amit te adsz az emberek felé, és azt a hatást, azt a motivációt, azt remélem vissza is tudjuk adni egyszer majd számodra is, illetve biztos, hogy visszakapod a hálózatból is. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma este velünk, nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, és hihetetlen sokat adtál arról, hogy mi is a siker, mit nevezünk sikernek, és hogy hogyan tudja valaki elérni ezt a sikert. Mr. Osler, every time when I'm
I'm hearing you. You touching me so deeply. Trust me. So it's amazing, and I really hope that we can give you that kind of love that you give to us, that you give to your members. It was amazing to hear you, and I was very happy that you accepted our invitation for this event. Oh, I'm actually honored talking to you and your group, no? And I hope I created an impact in your business, because the only reason why I'm doing DXN is to help people. So anytime you need me, my friend, I'll be here. Én is nagyon örülök, hogy itt lehettem, és bízom abban, hogy tudtam nektek is egy kis motivációt, vagy egy kis impulzust adni a munkátok során. És hát amit mondtam is, hogy én azért vagyok, hogy segítsek embereknek, úgyhogy bármikor, amikor szükségetek van rám, akkor én itt leszek nektek. Nagyon szépen köszönjük. Thank you. I'm very appreciate for your support and for your help and for your touching. And hát többieknek most annyit, hogy találkozunk a következő hétfőn, és azt gondolom, hogy ezt az estét ezt így zárjuk le ezekkel a gondolatokkal, mert rengeteg az, amit kaptunk. Once again, thank you and have a nice evening, because the 7 hours, the different, it's between the our time zone. Nagyon jó pihenést, hiszen 7 óra a különbség a mi eltolódásaink és a mi időzónánk között, úgyhogy thanks again. And welcome somewhere, and remélem, hogy hamarosan találkozunk valahol. Thank you very much, Mr. Osler. It was a big pleasure to us that you were here, and I hope we see each other very soon somewhere. Oh, you're welcome, my friend. Anytime you need me, I'm here. So go DXN. Okay. Thank you. See you. Bye.